A Fidesz-KDNP közzétette a 2024-es választásokra az európai parlamenti listáját. Az előkelőnek számító 7. helyen Ferenc Viktória szerepel, így a következő ciklusban is nagy a valószínűsége, hogy képviselve lesz a kárpátaljai magyarság az Európai Unió törvényhozásában. Dajcs Tamás, a Fidesz-KDNP EP lista vezetője szerint a 2024-es európai parlamenti listája a polgári, nemzeti kereszténydemokrata tábor erejét mutatja, hiszen a még erősebb és még hatékonyabb magyar nemzeti érdekképviseletet és a magyar szuverenitás megvédését még keményebb harcokban sikerre vivő csapat állt össze. Közben Bocskor Andrea, európai parlamenti képviselő is megerősítette, hogy nem indul a következő választásokon. Facebook bejegyzésében köszönetét fejezte ki a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Fidesz Magyar Polgári Szövetség részére, hogy a nemzeti listának köszönhetően első kárpátaljai magyarként lehetőséget kapott, hogy a kárpátaljai magyarok érdekeit képviselje az Európai Parlamentben. Mint fogalmazott, az elmúlt 10 év tele volt kihívásokkal, nagy küzdelmekkel a kisebbségvédelem területén, de számtalan sikerrel és felemelő pillanattal is jó volt együtt nemzetként gondolkodni, dolgozni a magyarság érdekében. Záró mondatában pedig gratulált Ferenc Viktóriának a jelöltséghez.